Hetente 730 ezer csirkét dolgoznak fel a kisvárdai Mastergut gyárában. Idén azt tervezik, hogy heti 1 millióra emelik a kapacitást. Ehhez 500-al bővítik a jelenlegi 820 fős létszámot. A cég bevétele tavaly elérte a 40 milliárd forintot, amelynek 70%-a exportból jött. Ahhoz, hogy egy cég sikeres legyen a külpiacon, az anyagi biztonság mellett most állami támogatás is rendelkezésre áll. De az üzleti titok miatt nem mondhatom meg. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium és az Exim Bank közös tanácskozásán azt mondta, több cég is érdeklődik a nyíregyházi befektetések iránt. Szerinte vonzó lehet, hogy a megyét és a megyeszékhelyt könnyű megközelíteni. Mindenki látja, már talán közlekedik is rajta, a nyugati elkerülőnek egy 7 kilométeres szakasza megépült, és az a tervünk, erre is van egy pontja a kormánnyal kötött megállapodásnak, hogy 2020-ig bezárjuk. A konferencián Szabó László, a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese arról beszélt, hogy a Nemzeti Kereskedőház csaknem 40 országban jelen van azért, hogy képviseljék a magyar cégeket. Segítenek a nyelvi problémákban, és akár a szerződéskötésekben is. Az Exim Bank az kifejezetten erre hozott létre egy konstrukciót, hogy azokat a kis-közepes vállalkozásokat tudja segíteni, akár közvetlenül a vállalkozó támogatásával, akár a vevőknek a támogatásával, hogy a magyar áruknak tényleg ne pénz ne legyen akadálya, hanem az innováció, a kreativitás az a fontos. A miniszter helyettes hozzátette, jelenleg 4000 cég dolgozik külföldi piacokra. A kormány célja az, hogy 2020-ig ezt a számot 12 000-re emeljék.